nyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Hát egy elég érdekes hírünk az első, épp itt a nyitás, lazítás kezdetével az egyik nagy bevásárlóközpont éppen most zár be. És ez az Eurocenter Óbudán, és hát alapvetően úgy gondolták, hogy most fér rá egy nagy felújítás az egész komplexumra, még több szolgáltatást, szórakozási lehetőséget ígérnek a jövőben, és a környezettudatos kialakításra, megújulásra helyezik a hangsúlyt. Az Eurocenter Óbuda húsvét vasárnaptól bezárja a kapuit, hogy teljesen megújulva új boltokkal, friss szolgáltatási palettával nyithasson ki a jövő év elején. Tehát itt pontos napot nem jelölnek meg, de hát azt lehet ebből érzékelni, hogy közel egy év lesz az, amíg ez a felújítási munka zajlik, és azt mondja, hogy felújított mozival, tetőkerttel várja majd jövőbeli látogatóit a bevásárlóközpont, és a Portfolio.hu még arról is írt, hogy a Wing ZRT 2018-ban vette meg a mintegy 25 000 négyzetméteres üzletközpontot, és már akkor jelezték, hogy fejleszteni szeretnének, és hát ezt mostanra időzítették, hogy gondolták, hogy itt van ennek az ideje. Közben én rákattintottam arra a hírre, hogy elkezdték bontani a Dürer kert épületét. Szomorúan konstatálom, hogy annak idején jó pár kávét fogyasztottam el ott, nem a Dürer szórakozóhely, az később jött, hanem még annak idején ugye az ELTE-nek itt volt a angol-amerikanisztika német kampusza is, úgyhogy ott például pont ahol a Dürer kertnek volt a sörözője, ott volt pont a kávézó annak idején, amikor az egyetemi kampuszként üzemelt, és hát egy könnyet az ember ilyenkor elmorzsol a szeme sarkában, hiszen a diák évek szépek voltak. Na mindegy, azt mondja, hogy harc a tisztító szerekért és fertőtlenítőszerekért. Ez van most. Igazán felértékelődött ugye az ingatlan üzemeltető cégek szerepe, így a járvány idején az üresen kongó épületek fenntartására, még az egyik legnagyobb home office gyakorlat idején is oda kell figyelni, és hát ők biztosítják a nagy irodaházakban, kórházakban, de akár a tömegközlekedési járműveken is a tisztaságot és a baktérium vírusmentességet. Olyan harc folyik a fertőtlenítőkért, vírusölő fertőtlenítőkért és tisztítószerekért, hogy akár 10-szeres árat is elkérhetnek érte, mert egész egyszerűen a kereslet pumpálja fölfelé az árakat, kínálati oldal pedig nem bír ezzel lépést tartani. Megmondom őszintén, meglepődtem ezen a híren, mert hogy azt gondoltam, hogy olyan szinten túltermelődés lett ezért a mindennapi igen, a kiskereskedelmi végfelhasználói oldalon ezt látjuk. Ugye most már mindenki, már vannak külön ilyen maszk meg fertőtlenítő árusítók is, bodegák a bevásárlóközpontokban, hát az üzletekben is tökne elérhető, válogathatsz, hogy hány félét vegye. Én is azt hittem egyébként. Itt a rágógumi körülbelül olyan igen. Mindennapi hát ugye az ipari mennyiségű és azt a tudást tudó tisztítószer állományban ez nem következett be, így a híradás szerint, mert hogy ez egy létező jelenség, ez a marha nagy drágulás és a nagy kereslet, és a Portfolio.hu megkérdezett három ilyen ingatlan üzemeltetőt, hogy ki mit gondol, és hát volt, aki arról nyilatkozott, hogy a legnagyobb gondot a megbízható minőségű fertőtlenítőszerek beszerzése jelenti, de a megnőtt a szolgáltatás iránti igény, a munkaerőállományt ugye igen erősen érintette az iskola bezárás, tehát ez is nehézségeket okoz, hogy megfelelő számú szakemberrel álljanak készen,
Úgyhogy van bajuk bőven a dráguló tisztítószerek és a munkaerő frontján az ingatlan üzemeltetőknek. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Na hát, van egy pár üzenet, amit mindenképpen el kell mondani. Az egyik az, hogy írja nekünk kedves hallgatónk, Pengész, hogy nem láttam nyomát a hétfő reggeli tumultusnak. Alsórákos Dunapláza 17 perc, Szerencs utcai vasúti átjáron úgy jöttem át, mint forró kés a vajon. Igen, úgyhogy neki a szerencséje volt. Hát írjatok nekünk mindenféleképpen. Hamarosan adóvilág rovatunkban Brunei-jel fogunk foglalkozni, elképesztően érdekes hely, úgyhogy Gerendi Zoltán és Feledi Botond szakértőink ezzel a témával készülnek. Közben egy másik üzenet is jött, amire mindenképpen reagálni kéne. Igen, sziasztok! Azt mondja, hogy a... és azonnal el is tűnt az üzenet, mert beugrottam. Igen. Sziasztok, a szülői... De önmegsemmisítő üzenet volt. Önmegsemmisítő volt, igen. És már tudom is, hogy mit kell tennem. Szóval a szülői hang hány százaléka a szülőknek? Ha nem lesz idén face-to-face tanítás, miért oltjuk soron kívül a tanárokat? Mikor mehetnek szerintük suliba a gyerekek? Egy-két osztályosokat tanítanak itthon. Szorzótábla, betűk, hogy is legyen? Na hát ez egy sok-sok érdekes kérdés. Először is a miért oltjuk soron kívül a tanárokat, én ezt úgy tenném fel azt a kérdést, hogy miért nem lettek a pedagógusok már időben, sokkal korábban beoltva, hogy amikor iskolanyitást tervezünk, addigra teljes védettség, vagy legalábbis a vakcina forgalmazók által beígért százalékos védettség legalább legyen. Mert az ugye azt már elég régóta tudjuk a járvány karakterisztikájáról, hogy ugye a gyerekek eddig is hordozók voltak, sokszor tünetmentesen sikerült szétszórniuk a vírust, tehát pont a tanárokat, akik velük foglalkoznak, kellett volna valahol az első körben oltani. Igen, és hogy a face-to-face tanítás és a szorzótábla betűk, hát ugye ez a másik, ugyanazt lehet rá válaszolni. 2020 óta lehet tudni, hogy nagyon fontos lett volna kifejleszteni egy olyan rendszert az online oktatásra, ami működik, és felkészíteni erre a pedagógusokat is. Ez egy olyan akadály, amit nem sikerült megugrani Magyarországon. Iskolák vannak, ahol nagyon jól működik, de alapvetően azt lehet mondani, hogy nagyon sok olyan közösség van, ahol nem tudják megoldani, mert nincsenek meg az eszközök, és nagyon sok olyan közösség van, ahol nem tudják megoldani, mert nem tudták felkészíteni a pedagógusokat erre. Úgyhogy ez egy nagyon sok sebből vérző dolog, de nyilvánvalóan nem az a megoldás, hogy mert a szülőnek dolgozni kell, akkor inkább tegyük ki a veszélynek az összes többi szülőt, és az összes gyereket, és az összes pedagógust, szerintem. Na jó, várunk még ezzel kapcsolatban, nyilván érkezni is fog, 06302010909. Mi megyünk tovább, és hamarosan jövünk Czoller Andi hírei után Brunellyel. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk.